Elkezdődött a nyári táboroztatás. A nyíregyházi lakhelye rendelkező és nyíregyházi iskolába járó diákok jelentkezhettek a város önkormányzata által meghirdetett táborokba. A gyerekek színes programokon vehetnek részt, a színpadon pedig különleges előadásokkal szórakoztatják a kicsiket. Ebbe a turnusba 150 gyerek érkezett a város különböző iskoláiból, és igyekeztünk érdekes programokat összeállítani, hiszen minden napnak megvan a maga programja, minden nap vannak szabad foglalkozások is, kézműves foglalkozások is, és egy picit azért minden nap tanulnak is valamit, hiszen a mai nap az állatokkal ismerkednek, az erdei állatokkal, de lesz gyerekszínpad, tehát színpadi előadás is lesz a gyerekek számára, bűvészmutatvány, tehát bűvészt is meghívtunk. A gyerekek az ismeretterjesztő jellegű órák mellett játszhatnak a szabadban, az élő csocsó újdonságként szolgált számukra. Készítettek festményeket, meseszereplőket rajzoltak, és persze szép ékszereket is csinálhattak maguknak. Laura néném elolvasott fel egy mesét, és azt abból kellett kiválasztani egy pozitív vagy egy negatív meseszereplőt, és azt lerajzolni. És jól érzitek itt magatok? Igen. Az önkormányzati táborok egészen augusztusig tartanak, amelyeken 1600 gyermek töltheti tartalmasan a vakáció egy részét. Számtalan program várja a kisiskolásokat. A táborokban többek között lesz foci edzés, idegennyelvi vetélkedő, tánc és ének foglalkozás is.